mindenképpen egy erős középcsapatra számítok. A Rohonci út nem az a hely, ahol a madár sem jár. A haladás alig 2 hét szünet után 20 szurkoló és 12 újságíró előtt kezdte meg az edzéseket. A média érdeklődés várható volt, mivel a hétvégén még a finnek ellen bravúrosan védő Király Gábor is megkezdte a munkát a szombathelyiekkel. 18 év légióskodás után tért vissza az együtteshez, így rövidesen nem csak ezen az 1994-95-ös MB2-es bajnokcsapatot bemutató tabellán szerepel majd. A cél az idei szezonban természetesen nem az arany. Én egy olyan eredménnyel lennék elégedett a tabellán, ami egy számjegyű a bajnokság végén, de mindenképpen egy erős középcsapatra számítok. A csapat rövid eligazítással kezdett, majd a pályára vonultak és megkezdődött a munka. Nem gurul el a labda, azaz bálítem ezt a fejét. A szombathelyi szurkolók az előző év izgalmai után a következő szezonban lemondanának az élet-halál harcról, és biztos középcsapatként látnák szívesen a haladást. Maradjon benne az NB1-ben a haladás, igen. Ezt szeretnénk, igen. Maximum 10 minimum 9. hely. Ha jól igazolnak, akkor jó középcsapat. Már 12 fős ugye most, vagy a 6. hely. Azt megfogja. Én a haladástól összesen egy biztos bentmaradást várok, helyenként jó játékkal, és a többit meg az erősítések fejében meglátjuk. Mésző Géza az előző szezon végén tűzoltó munkával sikeresen tartotta bent a haladást az élvonalban, maradt is a zöld-fehérek kispadján. Idén 12 csapat küzd majd a 10-ben maradó helyért, így nagy csaták várhatók egész szezonban. Nekünk szépen lépegetni kell előre, és egy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott bajnokságra számítunk, és nagyon egyforma csapatok lesznek, és nüanszok fogják eldönteni, hogy ki felé dől majd el a mérleg, és hát nagyon bízunk benne, hogy mi azért sok mérkőzést tudunk majd megnyerni, és olyan jól tudjuk kezdeni a bajnokságot, amivel hát egy középcsapattán tudjuk magunkat hát kinőni, és oda tudunk szépen fölzárkózni. Úgyhogy ez a célunk ebben az évben. Eddig többen érkeztek, mint távoztak a haladástól. Bosnyák Predrák és Király Gábor mellett 4 kölcsönből tértek vissza, de részt vett az edzésen Iván Lovrics is, akinek a szerződtetéséről később határoznak. A távozók között Rózsa Dániel, Bühler, Branescu és Álcsi Biáde szerepel. Jagodics Márknak és Iszlai Bencének június 30-án jár le a szerződése, és még nem adtak választ az esetleges hosszabbítási ajánlatra. Sőt, a haladás egyik nagy erőssége, Radó András sorsa is kérdéses. Bízom benne, hogy olyan hatékonyan tudunk dolgozni, mint ahogy ezt az utolsó 4 hétbe tettük az elmúlt bajnokságban. Úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, és bízom abban, hogy az erősségeinket meg tudjuk tartani, és aztán a keret is megfelelően tud erősödni, mert arra mindenképpen szükség van, és egy jó felkészüléssel készen állunk majd a rajtra. A haladás az első edzőmeccsét június 26-án játssza az élvonalba frissen feljutott Mattersburggal idegenben.